Ráztér csatandé, két parkol a boldogság, hol a kulcs a kinél, varázslat készül az égen, kibomló két lepedő. Ebben az évben nem csak Mésző Miklós író 100. születésnapját ünnepli Szekszárdváros, de Sarkantyú Simon festőművész is ebben az évben látta meg a napvilágot, így nem véletlen, hogy az ő művészete és a Sarkantyú család további alkotói lettek a művész családok Tolnában elnevezésű programsorozat nyitó eseménye. Sarkantyú Simon képei közül talán a legismertebbek a Szekszárdi Városháza házasságkötő termében láthatóak. A művész családok Tolnában sorozat a Wosinski Múzeum és a Tolna Art közös kezdeményezése. Évek óta gondolkodtam már azon, hogy meg kéne beszélni a múzeummal, hogy elinduljon egy ilyen sorozat, hogy művész családok Tolnában. Nagyon sok olyan család van, akiknél több generáció művészettel foglalkozott, és nem is akármilyen szinten. Igazából a járvány az egy kicsit felülírta ezt, mert már tavaly szerettük volna elindítani a sorozatot. A tervek szerint évente egy kiállítás lesz itt a Vármegyeházán ebből a sorozatból. Hát azt hiszem még sokáig tarthat ez a sorozat, hogyha tényleg sorra akarjuk venni a művész családokat. Évtizedek óta ezen dolgozom, hogy igenis hozzuk vissza a köztudatba, az emberek tudatába, hogy kik éltek itt, kik élnek itt közöttünk, és egy kicsit jobban megbecsüljük őket. Ezúttal Sarkantyú Simon festőművész alkotásai mellett Sarkantyú Judit kerámiái, Sarkantyú Mihály fotográfiái és filmjei és Sarkantyú Illés képei kerültek a kiállítás anyagába. Kriston Vizi Józseffel, a Magyar Múzeum Egyesület elnökével, a kiállítás megnyitójával arról is beszélgettünk, vajon hogyan öröklődik át nemzetségeken a tehetség és egy értékszemlélet? Ez az áldott Tolna megye, és annak egy-két zegzuga, mint például a Kaposmente, ez valami csuda érdekes táj. Egyrészt ad egy biztonságot, másrészt pedig ad egy szabadságot is, nem felelőtlen mozgásra és játékra, de minden alkotó, ha itt született, vagy éppen ide kötődik, de már máshova vetette születése sorja, visszatér, mert valahol ezt keresi. Na most ez persze túl általános, ezt tudom, de valahogy mind a négy alkotónál, illetve a most élő fiatalabb generáció és az oldalágnál is ezt figyelhetjük meg, hogy van egyfajta nem felelőtlen egy eredendő játékosság, amely a maga szabályaival él és működik a természetben és az épített környezetben. És az utóbbi is nagyon fontos, mert minden alkotó ezt a térben élést, a biztonsága való mozgást és az ennek a tudását átadni akarás különböző művészeti formákkal megjelenítése, de mégiscsak azzal a képi, és ahogy Judit a kerámiában a tériséggel fogalmazta meg, ez összeköti és összefűzi őket. Ez egy nagyon izgalmas, ebben a családban, mint látjuk itt is, láthatjuk több helyütt is, ez egy nagyon fontos és nagyon izgalmas mozzanat. Mind a négy itt a kiállításban megidézett alkotó családtag és mások is azon voltak és azon vannak, hogy egyrészt közszemlére tárják a maguk tudását, de ez művészi egyértelműség. De minden alkotó életében eljön az időszak, az a pillanat, amikor a néhány nézetcentiméteren túl gondol és gondolkodik. És ez nem megalománia. Ez inkább annak a mindenségnek és a teljességnek a kifejezési vágya, amely megint csak egy nagyon izgalmas felelősség, amelyet ők magukba szívtak és szippantottak, és mindenki élete hosszáig, élete végéig, tudva vagy nem tudva, erre törekszik és ezzel fejleszti magát, és nagyítja fel, nagyítja ki
minél inkább láthatóvá. Lásd a szekszárdi házasságkötőtermet, lásd a dombóvári sarkantyúsimor, a dombóvári gimnáziumnak a fali képeit, lásd Sarkantyú Judit munkáit, lásd Sarkantyú Mihály filmjeit, hiszen azt hol, most telefonon nézzük kényszerből és monitoron, de ezek nagy, ugye, közös, kollektív nézésre való. És Illés, amit megidézett Illés, ő most kint, ugye, Párizsban műtermek, hatalmas életművekkel találkozik, és azokat rögzíti, azokat dokumentálja, és azokat adja közre kiállításokban, saját kiállításokban, és meghívott kiállításokban egyaránt hatalmas nagy tér- és fényinstallációval, amelyek nem egyszerűen csak holmi hivalkodásból villóznak, hanem jóval több jelentésük van, ebből itthon is többet láthatunk. Tehát ez a fajta kitárás, kitárulkozás, a nagyobb léptékben való gondolkodás, de az amögött meglévő alázat is, a mesterségbeli tudás, ez, ami megint csak őket összehozta, és örömmel hozták, hozhattuk ide haza. A mostani kiállítás, nem csak a megnyitó, hanem a mostani kiállítás is arról győz meg minket, hogy bár néhányan a mai leszármazók közül már közvetlenül nem emlékezhetnek, vagy nem emlékeznek az alapító művész nagyapára, de ez a fajta szellemiség szülőkön általuk megismert és újraalkotott és újraformált, biztos kézzel újraformált hagyatékkal, szó pozitív értelmével, erre ők, hogy úgy mondjam, külön vevők, és nagyon jó érzékük van. Ez mindannyiunk számára, a nagy közönség számára egy nagyon fontos biztosíték és egy biztos fogódzó. Itt vagyunk most egy nagyon méltó ünnepen, nagyon jó helyen, nagyon jó időpontban. A család, a művész család alapítója Sarkantyú Simon születésének 100. évforduló alkalmával. Ez minket, az utódokat és a kortársakat is kötelez. Hogy eddig mi és hogyan történt, azt ne firtassuk, hiszen el kellett tennie 100 évnek, meg kellett érni dolgoknak és időknek. Most itt van az idő arra, hogy valóban méltó helyre, de nem egy polcra, azt egyikük se szeretné, kerüljenek. Kerüljenek a hazai, Tolna megyei, kis és nagy haza kulturális értékei között. Sarkantyú Simon a dombóvári értéktárnak már tagja. A kollégákkal azon dolgozunk, hogy a megyei értéktárba is elfoglalja a helyét, és mindazzal a szellemiséggel, amelyről az előbb szó volt, azzal a fajta család, művész család alapító gondoskodással, amelyen ő, felesége és az utódai is gondolkodtak és gondolkodnak.